Jó estét kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Latarka Galéria Arcfelejtők című kiállításán. Ezúttal ugye nem is leplezhetjük, hogy a farsangi szezonra hangoltuk a csoportos kiállításunkat, megpróbáltuk egy picit azért emögé is menni, és olyan alkotásokat válogattunk a kiállításra, amik a portréfestészet, kortárs hajtásait is bemutatja, drámai hangvételi munkákat, és hát ahogy eddig is törekedtünk a műfaji sokszínűségre. 10 művész alkotásait láthatják, Jagica Patricia, Kupcsik Adrián, Gál József, Tettamanti Ádám, Tomás Piás, Sirp Mária, Magyarics Tibor, Mihály Janovszki, Perlaki Gergely és Erdei Krisztina munkáit. Az a megtiszteltetés ér minket, hogy Sipos Tünde művészettörténész a Latarka Galéria kiállítását nyitja meg, és én át is adnám neki a szót. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szeretettel köszöntök én is mindenkit a farsangi időszakra hangolt arcrejtők kiállításon. A téma bármennyire is könnyednek tűnik, annál mélyebb gyökerekkel rendelkezik az emberiség történetében. A maszk vagy az állarc manapság szinte teljes mértékben vidám ünnepekhez kapcsolódik, karneválhoz, farsanghoz, sőt könnyűvérűséget, csalafintaságot is magába rejt. Ezen a héten Velencében már zajlik a nagy karnevál, úgyhogy a kiállítással kapcsolódunk ennek a szellemiségéhez. Kulisszatitokként elárulom önöknek, hogy a kiállításnak a koncepciója azért okozott némi fejtörést a kurátor számára, mivel nem szerette volna se nem túlságosan elkomolykodni, úgymond a dolgot, se nem túl elviccelni a témát, pedig mind a két véglet benne van ebben a koncepcióban. Ezért keresésbe kezdtem, hogy milyen művek támasztják alá művészettörténetből az állarcok, maszkok ábrázolását, és rengeteg párhuzamot találtam, kezdve Frida Kahlótól, Picasso, Manet, Kirikó, de természetesen a romantika kora is hemzseg az ilyen típusú képektől. Szóval most megnyitóként szeretném összefüggésbe helyezni a most kiállított képeket a maszkok történetével, ami végigkíséri hagyományainkat. Mint tudjuk, általánosságban a hétköznapokban is rengeteg szó esik a maszkokról, napi szinten foglalkoznak ezzel női magazinok, pszichológiai blogok. Elsőre persze a lányoknál nagy általánosságban a smink használata vetődik fel, mint állarc. Ugye reggel feltesszük a sminket, eltűnnek a ráncok, és már is a szépség ideálnak próbálunk megfelelni. A fiúk pedig levetve a pizsomát, felveszik a sebezhetetlenség páncélját, és a mindennapok csatamezeire szuperhősként lépnek ki. Aztán csak nagyon nehezen, nagyon kevés ember előtt az intim pillanatokban vetjük le ezeket az elvárt vagy elvártnak vélt szerepeket magunkról. Nem mellesleg, ugye napjainkban rengetegen az állarcok használatából, a megrendezett művies viselkedésből élnek, tetszelgéssel próbálnak népszerűségre szert tenni, beszélhetünk itt politikusokról, hírességekről. Erre utal Kupcsik Adrián képe is itt mögöttünk. Nézzük meg jobban, hogy kik is próbálnak kezet fogni rajta. Tehát ha komplexen gondolkodunk az állarcokról, akkor rájövünk, hogy ez sok mindent jelenthet. Viselkedésmódot, öltözködést, eszközhasználatot, kommunikációt. Identitásunkat a testünkre vetítjük, de elsősorban az arc az, amivel énünket azonosítjuk. Minden kultúrában a szociális identitás és státusz szimbolikus, és megköveteli a testnek és az arcnak az identitáshoz és annak változásaihoz való igazodást. Ezért a maszk, az arc teljes vagy részleges eltakarása rendkívüli szerepet játszhat az identitás megváltoztatásában. Biztos vagyok benne, hogy az identitásról és annak válságáról való gondolkozásban maradandó nyomot hagyott mindnyájunkban, vagy felhívom figyelmet, hogy kifelé menet tekintsék meg Magyarics Tibornak az installációját. Ha belegondolunk, a legtöbb érzékszervünk az arcunkon vagy körül helyezkedik el, ez a látás, a hallás, a szaglás és az ízlés. Ha ezeket vagy ezekből valamit eltakarunk, akkor érzéketlenné válunk, lehibernálódnak érzékeink. És következik a bőr is, ami hártyaként az egész testünket behatárolja, és határt képez az énem és a külvilág között. Az érzékek, érzelmek kivetülése és megmutatkozása, ezeknek a határoknak a felsejlése a kiállításban Tomás Piás munkáin figyelhető meg leginkább.
Tehát az arcmaszkolásán túllépve foglalkozunk egy kicsit a farsanggal, mint vidám témával. Ilyenkor mindenki a számára a legkedvesebb szerepet választja, ami lehet extrém, vagy amit csak ebből az alkalomból próbálunk ki. Ez tulajdonképpen egy én kaland, amikor elrugaszkodunk a hétköznapoktól, és kilépünk a komfortzónánkból, hogy valami mást próbálhassunk ki. Ki ne szeretne egy kicsit más bőrébe bújni, levetkőzni a gátlásait? Egyébként is reneszánszá téli napjainkban a beöltözős bulik hagyománya, hogy ne csak arról beszéljünk, hogy az egyházi ünnepek is miként értelmeződtek át, ugye ilyen a Halloween, de szülinapok és esküvők is már művies szerepek köré szerveződnek sokszor. A groteszk és a humor megjelenését Erdei Krisztina fotói szemléltették leginkább. És ezt gondolatkörrel párhuzamos Silf Mária színes, élő, vibráló kompozíció is, melyek egyben játékos, mégis titokzatos feldolgozásai a témakörnek. Az elsőre könnyednek tűnő csoportkép az arctalanság által mégis valamiféle félelmet kelthet bennünk. Ennek egyfajta ellenpontja a kiállításban a színes, geometrizáló elemekből felépített arcok Perlaki Gergely képein. Tehát az ünnepeket és a hagyományokat említettem eddig, és mint tudjuk, minden egyes ünnepnek, legyen szó halálról vagy életről, életszakaszok átmenetéről, ősidők óta rítusok társulnak. És ennek egy alapvető kelléke az állarc. A görög színházakig visszanyúlva, vagy akár a japán jónó színházhoz, a maszkok ugye alapvető kellékek, ugyanis régen a női szerepeket is férfiak játszották, és erre mindenképp szükség volt, hogy valami más lényt jelenítsenek meg. De a történet ennél sokkal régebbre nyúlik vissza. Ugye a halotti maszkok már az egyiptomi kultúrában is nagyon fontosak voltak, de gondolhatunk Agamemnonnak is a halotti maszkjára. Itt azonban a vonások megőrzése, a nemes anyag, a hangsúlyos, ami által az örökké valóságnak kívánták megőrizni az elhunytnak a jellemét. A törzsi kultúrákban a maszkokat gyakran a betegségek gyógyítására, a boszorkányság és átok előzésére, a szenvedés okainak megszüntetésére használták. A sámánok transzbeesés által kapcsolódtak a túlvilághoz, mely rituáléhoz a testet is át kellett alakítaniuk, hogy a szellemek felismerhessék őket, és ennek kifejező példája a festett vagy faragott állarcok voltak. A maszk jelképezte tehát a sámán vezető szellemét, ami megvédi őt az utazás során. Más kultúrákban a maszkok a természet és az élet erőinek a reprezentálói voltak, de gyakran használták vadászatok alkalmával is a maszkokat is, mert azt gondolták, hogy plusz erővel ruházza fel a vadászokat a maszk vagy az állarc, és ezáltal dinamikusabb erőt képviselnek, és könnyen legyőzhetik az állatokat, akiket aztán elejtettek. Az indián törzsek is úgy hiszik, hogy a természet feletti erő magában a maszkban is benne van. Ide köthető az apacs hagyomány, a mágia, a fejdíszek, valamint a test- és arcfestés, amit Tettamanti Ádám apacs vásznán idézhetünk fel. A maszk egyik nagyon fontos hatása, hogy nem csak megváltoztatja, hanem át is alakítja a viselője személyiségét, ezért az úgynevezett átmeneti rítusok alapvető eszköze. Ilyenek a beavatás a felnőtt korba, vagy egy titkos társaságba, a házasság, vagy magasabb társadalmi rang elnyerése. Az átmeneti rítusokban a személyek korábbi identitása megszűnik, és szimbolikusan egy teljesen újjal helyettesítődik. Az erő akkor szabadul fel, ha az ember az arcára helyezi a maszkot. Attól kezdve átalakul a maszknak a szellemévé. És ugye milyen ismerős ez akár napjainkban is a szuperhősös filmekből vagy játékokból. Amikor ezen gondolkozunk, és erre hozunk példákat, a kiállításban Jagica Patrícia képeit ajánlanám leginkább figyelembe, melyekkel megjelenik az erő is, ugyanis Luhandóra Pankrátornő harci kellékeit is megfestette. És ha már szóba kerültek a szuperhősök, akik rendszerint összecsapnak a gonosz erőkkel és megmentik a világot, előjön a harciasság és a félelemkeltés témaköre is. Számos olyan állarcot ismerünk, melyeket csatákban, háborúkban viseltek, kezdve a lovagok láncokkal, felszerelt sisakjától vagy a gázmaszkokról is beszélhetünk. Ezeket Gál József robosztus állarca testesíti meg leginkább itt előttünk.
A maszk viselése ilyen kontextusban azért nagyon veszélyes, mert a sematizált arctalan tömegben a katonák az egységhez tartoztak. Az egyén szerepe így lecsökkent, tehát a közösség erősödött fel, így az elkövetett tettek súlya nem csak az egyén bűneivé váltak. És akkor hoznék még így végezetül egy történelmi utalást, hogy egy kicsit oldjam a témának a súlyát. A korai keresztény egyház az említett ősi pogány rítusokkal hozta kapcsolatban maszkokat, és ezért elítélte a használatukat. Viselését ugye erkölcstelen viselkedéssel hozták összefüggésbe, amit a maszk névtelensége biztosíthatott. Az egyház a maszk elleni hadjáratban azonban nem bizonyult sikeresnek, mert ezek tovább éltek az említett karneválokban. Mégis furcsa törvényekkel szabályozták a használatukat, például a férfiak áruhában sem mehettek be a pálcazárdákba, bármennyire is igyekeztek szűziesen viselkedni, és egyidejűleg tilos volt fegyvert és maszkot viselni. A híres állarcos hódító Casanova, akinek története jogalapot szolgál a túlzó szabályozó törvényeknek. Ezt a fajta csábító frivolitást a kiállításban leginkább Janovszky Mihály arcrejtői tükrözik. Áttekintve tehát a maszkok történetét, remélem, hogy sikerült kapcsolódási pontokat találni, és akkor ezúttal megnyitnánk a kiállítást, és átadjuk a szerepet a kortárs reflexióknak, az állarc történeteknek. Köszönöm a figyelmet! Thank you.